Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Mostani videóban főzni fogok. Lehet mondani, sütni is, már pihíteni is fogok valamit. De mit is fogom most sütni, főzni, vagy pontosabban főzni, pihíteni, mit is fogok pontosan? Igen, sokszor veszek a boltokban, veszek egy kis gyors rizst, ami egyszerű elkészíteni, 10 percen meg lehet főzni, csak vízbe kell tenni, egyszerű. Azt a 15 percen meg lehet főzni, de ott a házban nem mindig van gyors is, hogy meg lehetne főzni pillanatok egyszerűen. Én most azért elgondolkodtam, véletlenül ott most nincsen gyors is, mégis enni szeretném valami rizsát, páros rizsát, akkor mégis elgondolkodtam azon, hogy ha mindig nem tudom megvenni a gyors is, akkor már el tudom megpróbálni elkészíteni. Most ebben a videóban most megpróbálom a gyors is elkészíteni. De akkor minden is való, mi való hozzá. Bár most csinálom először. Akkor jó bögre. Rizs. Ha a keményítől, igen, ha a keményítől kimossuk, egy bögre víz kell. De ha nem mossuk ki a keményítől, akkor két bögre. Só. Igen, só ízlés szerint, akkor olívaóval 3 cent kb. Te nem egy akkor már kiboltó étolat, te lehet használni égőolat, más zsírodékot is. Én zsíja szerette, legjobban szerette pecsen zsíja, de jó, ha sok ember nagy a koleszterin, én akkor most olajat használok. Akkor egy fel vers hagyma. Most milyen rizst fogunk főzni? Van az a árrizst. Igen, kicsit jobb minőségű, de én most nem árrizst fogom használni, én most bégrizst használom. Ennek nem olyan szép hegyes, nem olyan szép hosszúkás, de én azt hiszem most egyszerű tanulás, hogy egyre rizs. Mert soha életemben nem főztem rizst. Csak megmettem a gyors rizst, de uráltam az is édes megtanulni, hogy kell rizst pálottatni, rizst elkészíteni. Hát igen, egyszerűen elkészítettem, mégis külön elrontani. Én akkor most úgy gondolkodom azon, hogy én most úgy szeretem, a rizs nem ragadnak össze, elvileg nem ragad össze, a kimosok belőle a keményítőt. Akkor most elmegye, most ki akkor kimosok belőle a keményítőt. De ilyen szitával szükséget, és egy folyó vízzel kell kimosni. Vigyázzunk, hogy milyen szitát használom, mert imé használtam olyan szitát, ami nagy lyukú volt, és kimette a rizs. Kis apró lyukos citát kell használni. De most elviszek, kimosom belőle a keményítőt. Hogy nem szeretné összeragadni rizs. Azért, mert rizsel lesz egy kis víz is, víztartalom, ezért kevesen vizet kell hozzátenni. Vagyis már lássuk. Igen, rizst átmostuk. Jó alapos a folyóvízbe. De amikor folyik a víz, akkor a cita alatt látni lehet a víz, hogy jó fehéres a víz, nem tiszta. A víz jó fehéres. És akkor van kimosva a keményítő. Na, akkor minden hozzákezdő rizst megpihítani. Na jó, ez a helyzet, én gáz mindig el szoktam zárni, gázpalackot, ami biztos. Ugyan a indukciós főzőből ki szoktam húzni, most kinyitom a gázpalackot. És akkor, igen, meggyújtom a gázt. Hát én az is a kisláng tartalékot teszek, kislángra, de a kislánk el is aludt. Kislága, itt a fényteszi olívaóval, valamcet olívaóval beleöntő a lábadba. Lehet, hogy kell hozzátenni egy kis étolat is, majd attól félek. Na, akkor beleöntjük a rizsát. Akkor kavalkatni kell. Kicsit megigettem egy olajat. Olajnak videó át kell, illetve egy kis lesz ebben olajat. Pihítani kell, amelyet jó fejé nem lesz.
Hát most kimostuk bele a keményítőt. Megnézzük volna is. Hát mi elég hideg. Hát mi? Hát már úgy látok, kezd kifejledni. Most kicsit félre tesszük. Akkor itt a másik gázó. Meggyújtsuk a kisit, a másik, és akkor igen, átéző vizet felforráljuk, vagy bármilyen vizet, hogy folyó legyen, és akkor visszamegyünk a rizshez. De onnantól rizs még pirítani kell. De kavalkodni kell, mert megik a rizs. És akkor fekete lesz. Tudod, olyan van, megnézzük. Hát... már lassan már jó lesz. Már kézzel nem lehet megfogni, akkor lesz jó. Hoppa, lesz itt takarítani való, biztos. Legkevesebb izsiség lett volna. Szerintem jó lesz az már. Akkor megvárom, hogy felforrál a víz. De ide is hozom. Akkor ez is kell egy kis idő. Felforrál a víz. Most itt van az a vers hagyma. Megfogjuk így, és akkor így félbe vágjuk. A víz nem fölött fel, mert forró víz kell. Mert hideg vízre nem jó beletenni, mert akkor a rizs nem lesz jó. Nem olyan egyszer az a rizs. Hát egy kis gázzal is lehet zárni. Ez a hővítő kezdő egyre nem átol van.
kanizával, fogbőve, forrásba van, úgy levesszük, őálló kesztyűbe, és visszatesszük ezt. A nagyon lábas. Kicsit nagyon... Igen. Valahogy így. És akkor beütteni a vizet. Így már kezd már fölni. Hát oda is valahol le kéne kapálnia. Mindjárt hozok valami kanalat. Mert az így nem volt, nem lesz szó. Vagy a kanal. Akkor kicsi megkavarni. Biztos, hogy 10 percig főzni kell. Én a tartalékot tesz, kis lángat teszem. El is oltottam. És akkor tesszük hozzá egy kis sót. Összekeverjük, megkóstoljuk. Ó, jó lesz! Hát elfelejtettem megint bekapcsolni. Rendben a vecsőjában nem is semmi. Kis vizet öntök hozzám a hideg vízzel nem nagyon jó, ötte jó hozzá. És akkor beletesszük a hagymát. És eltesszük a vedőt. Tartalékot főzni. A 10 percig. A 12 percig. Olyan jó, elfeltette be, akkor időt elindítani. Hát én csak megkavarnám. Hoppa, először. Na jó, közben a kamerát kellett a cserélni. Akkor eltelt 13 perc. A gáz el is oltom.
Lehet egy kicsi leakadtan is. Szerintem jó lesz az így. A gáz elhotott, akkor félteni se kell. Na oké, akkor szedjük is ki. Hoppa. Ajjaj. Jó kiszállhatod is. Nem minden így akartam, nem tapadjon össze. Na jó, közben a kamerát kellett cserélni. Akkor eltelt 13 perc, a gáz el is oltom. Lehet egy kicsi leakadtan is. Szerintem jó lesz az így. A gáz elhotott, akkor félteni se kell. Elzártuk a gázt, akkor mi, igen, 15 percig, akkor hagyjuk a edében, lefedve, fedő legyen ráta, és akkor 15 percig állni hagyjuk. Na oké, akkor szedjük is ki. Hoppa. Jó kiszállhatod is. Nem minden így akartam, nem tapadjon össze. Jó, hát olyan jól sikerült. Na akkor a rizst megfőztem, elkészítettem is. Egy kicsi arra leragadt, de hiába ez gyakorlat kell. Most csináltam már először, remélem nem utolára, hiába meg mindent be kell gyakorolni. Mert most megkóstolom a liszt. Na akkor, a rizs nagyon jó finom volt, lehet hozzá tenni rántott hús, én most
Rántó csirke merpillé tettem hozzá, azt tettem a rizsához, tehát lehet pecsenyétől, csirke pecsenyétől, sertés pecsenyétől, bármilyen pecsenyét lehet hozzátenni, bármilyen rántóhús, vagy halat is. Na most attól el is elkészítettem. Igaz, kicsi rölkött a aljához, de nem ragadt össze. Úgy csináltam, egy kicsit össze van ragadva, de nem húva, már nem szemes, nem tiszta ragasztó, nem húva, mint a főzelékes. Úgy már nem terve szerint csináltam. Hát gyakorolni is kell. A kicsit, nem egyszerű, te mégse egyszerű, hogy hozzá vagyok, sokkal megveszem már is a gyors liszt. De a gyors lisztől sokkal jó. Én már többé nem is veszek gyors liszt. Liszt. Na minden, akkor ennyi volt a videó. Akkor nagyon jól sikerült el is. Nem tudom most az előző videóban, hogy túl kevés a feliratkozó, nem tudom, hogy lesz több fogok belőle videó készíteni, nem tudom. Minden. Ezzel most nem tudom, a videóban tudtam segíteni, el tudják készíteni is, remélem igen, remélem tudtam segíteni. Akkor ennyi volt a videó. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket. Tovább is minden jót kíván, Elez Zoltán. A videó info kötőre eltölt. Hello, sziasztok!